Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Ungarndeutscher Lehrpfad in Mohács wurde übergeben. Surgatin ist 750 Jahre alt. Bewertung des Jahres und neue Pläne. Im Gymnasium Gesa II. In Badeseck sind Praktikantinnen, Praktikanten herzlich willkommen. Baksha Musiker. Die Roger Schilling Kapelle stellt sich vor. Das Projekt wurde 2015 von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen initiiert und ist von dem Bundesministerium des Innern gefördert, in dessen Rahmen bis jetzt insgesamt 11 ungarndeutsche Lehrpfade sowie ein ungarndeutscher Landeslehrpfad in Baye hierzulande errichtet werden konnten. Voriges Jahr haben 3 Siedlungen gewonnen, eine von ihnen ist Mohács, wo der thematische Weg am Ende des Jahres 2021 fertiggestellt wurde. A Mohácson élő németséget az jellemezte, hogy a mesterségükben is megmutatkoztak a Dunához való kötődésük jegyei. A dunai hajóbalmokon főként német származású mesterek dolgoztak, de a halászok közül is sokan voltak német telepesek. Ezt a tényt múzeumi és levéltári inaslevelek is alátámasztják. Mohács németségét a sokszínű egység jellemzi. A december végén átadott új nemzetiségi tanösvény koncepciója is ezen alapul. Az összesen 7 kétnyelvű táblával ellátott állomás kalauzolja végig az érdeklődőt a mohácsi német közösség történelmén, kultúráján és jelenén. Azért is örültünk ennek a lehetőségnek, mert úgy ítéljük meg, hogy itt városról van szó, ugye, és a Mohács városi németeknek a tulajdonságai nagyban eltérnek, mint a környékbeli településeken. Mit is jelent ez? Nem csak azt, hogy Mohácson vagyunk, ugye, és itt a Duna mellett, amely tulajdonképpen az a folyó, amely a 18. században ide hozta a nagyszámban körülbelül 400 ezer betelepülőről beszélhetünk, akik német nyelvterületről ide érkeztek, hanem azért is, mert a mohácsiak mindennapjait, életét, iparűzését nagyban befolyásolja a Duna, tehát a halászat, a vízimalmok, a dunai hajómalmok nagy szerepet játszottak évszázadokon keresztül a németség életében is. Felhasználva a pandémia adta nyugalmat, írtuk meg a pályázatot, és dolgoztuk ki azokat az állomásokat, amelyek végigvezetnek tulajdonképpen a városon, innen a Dunaparttól, egészen az egykori Deutsche Gasse, az egykori Német utcáig, a mai Kossuth-Lajos utcáig, ahova a németek a 18. században települtek, ott van az utolsó állomásunk. Az első hullámban Klimó György püspök telepítette be a németeket Mohácsra 1769-ben. 40 család érkezett a mai Kossuth-Lajos utcába, amit egykor Deutsche Gasse-nak hívtak. Nagyon pontos adataink vannak arról, hogy 1769-70-71-ben érkeztek nagyobb számban ide német telepesek. A mohácsi halotti anyakönyvi kivonatokban ezekben az években feltüntették, hogy kijött ex-Germania, ex-Gallia, ex-Frankenland, tehát azokból azokról a német nyelvterületekről, ahonnan a telepesek elindultak. Minden állomásunk középpontjába egy személyt állítottunk. Míg 1526 előtt Mohács lakossága kizárólag magyarokból állt, a 17. század végén az oszmán-török megszállás utáni betelepítések következtében az akkori Magyarország talán legtarkább anyanyelvű és vallású városa jött létre. Németek sokkal korábban is települtek be Magyarországra, de ez volt talán a svébisek türkei megtörtése. Ugye a török világ után vagyunk épp, hogy felszabadult az ország a törökök után. Alig élnek itt emberek, és nyilvánvalóan az uralkodó és a földesurak is érdekeltek voltak abba, hogy betelepítsék ezt az országrészt, és termelés alá fogják. Akkor a németek pénzzel, tudással, eszközökkel jöttek ide be, és teremtették meg azt a világot, amit itt Pécsen, Baranyában szeretünk, ahol mi is élünk. Ennek a tudatosítása én azt gondolom fontos. Az mai szavakkal egyébként egy óriási tőkeinvestíció volt. Ma egy ilyen lépést körülbelül olyan közgazdasági kategóriákkal írnánk le. És ez nincs benne a magyar köztudatban. Tehát az országnak az újjáépítése, a török világ utáni újjáépítése ezzel a betelepítéssel,
nyelvvel történik, és utána nyilvánvalóan az itt élő németek hát nagyon sok értéket adtak ennek a hazának, és tekintik hazájuknak ezt a hazát. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek, ez egy önjáró tanösvény, tehát készült egy kísérőfüzet is, amely magyar és német nyelven is tartalmaz az információkat, illetve minden táblán egy QR kód található, amely hát januártól beolvasva el is mondja a szövegeket, tehát még csak el sem kell olvasni, meghallgathatjuk az információkat a mohácsi németekről. A tematikus sétaút során megtudhatjuk például, hogy az első telepesek között érkezett ide Wilhelm Lenger, hogy a hajómalmok közül 120 éve 27 működött a Duna városi szakaszán, hogy kenyér helyett tésztát ettek a halas ételekhez is, aztán így vált hagyománnyá Mohácson a halászlé fogyasztása gyufatésztával. És hogy az utolsó hajómolnár, Herger Röder János 1952-ig őrölte itt a gabonát. De megtudhatjuk azt is, hogy a Kossuth Lajos utca mögötti részt Kis-Berlinnek nevezik még ma is sokan, miután az 1960-as években a környező településekről nagy létszámban érkeztek ide német nemzetiségű családok, akik számára 20 utcában 400 telket biztosítottak. Szogetin wurde zuerst in einer Urkunde aus der Apartheid im Jahre 1271 erwähnt. Die örtliche Selbstverwaltung, gemeinsam mit der deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung, möchte zum 750-jährigen Jubiläum das Heimatmuseum sanieren und mit Leben füllen, in ein Freilichtmuseum umwandeln. Nicht nur wegen der Übergabe der Traditionen denkt man in Sogetin an die nächste Generation, sondern sie bewerben sich auch um ein siebenjähriges Erasmus-Projekt, übernehmen den Nationalitätenkindergarten von der Selbstverwaltung sowie möchten auch heuer das traditionelle Schwabenfest veranstalten. Összességében sikeres évet zárt a szederkényi német önkormányzat, de a sváb bált és több más rendezvényt a COVID-helyzet miatt nem tudták megtartani. Az elkeseredés helyett azonban cselekedtek, így többek között a szederkényi általános iskola étkezőjének felújítását valósították meg. A német önkormányzatnak fontos, hogy a nemzetiségi iskolában jó körülmények között tanulhassanak a gyerekek, és hogy az oktatás magas színvonalon folyjon. Az elmaradt rendezvényeink miatt maradt egy kis pénzünk, úgymond, amit igyekeztünk jó célra fordítani. Az iskolában sikerült az étkezőt felújítanunk, mert egy nagyon rossz állapotú, elhanyagolt régi, nem is elhanyagolt, inkább régi bútorok, régi stílusú étkező volt, ahova nem volt olyan jó bemenni, és ezt sikerült nagyon klasszul, nagyon vidáman rendbehoznunk, szép színekkel, szép új bútorokkal, teljesen felújítottuk, és egy nagyon klassz kis vidám étkezőt csináltunk a gyerekeknek, hiszen ugye nemzetiségi oktatás folyik, tehát ez úgymond szervesen kapcsolódik a mi tevékenységünkhöz. A német telepesek egyik legszebb, több mint 200 éves kétmenetes favázas házát az új falu részen találjuk. A német önkormányzat célja, hogy felújítása után skanzent alakítsanak ki a területen. Elkezdtünk az önkormányzattal közösen egy projektet, és szeretnénk ezt a tájházat egyrészt helyreállítani. Nyilván a legfontosabb első körben az állag megóvása volt. A tetőjavításra és a falak meg a vízelvezetés megoldására találtunk pályázati forrásokat, így a Betlen Alapítványhoz pályáztunk beruházásos témakörben, két pályázatot is nyertünk. Az egyiket már el is számoltuk, ez a tetőfelújításos pályázat volt, plusz ugye az önkormányzat is nyert a Teleki Alapítványnál szintén ilyen műemlékjellegű épületek felújítására, és most megint folyamatban van még egy beruházásos pályázatunk. És természetesen pályázunk továbbra is. A cél az, hogy a helytörténeti gyűjteményünket áthelyezzük ebbe a tájházba, tehát itt egy ilyen gyönyörű szép falumúzeumot hozzunk létre. Sikerült még az Országos Német Önkormányzat segítségével még egy pályázati forrást bevonnunk, mégpedig egy baden-württembergi finanszírozásban magának a helytörténeti gyűjteménynek a leltározását sikerült megoldani, ami egy nagyon nagy munka és egy nagyon nagy hiánypótlás, mert ez gyakorlatilag csak egy összehordott gyűjtemény volt, nem volt leltárba, nem úgy nézett ki, mint egy múzeum, és gyakorlatilag ennek a leltározása oldódott most meg ebből a németországi pénzből a Tájház Szövetség munkatársainak a segítségével. A német önkormányzat fontos feladatának tart
tartja a nemzeti kultúra tovább örökítését is. A híres Szederkényi Sváb Fesztivált 2021-ben meg tudták tartani. Szerencsére azért augusztusban engedett annyit a pandémia, illetve a szabályozások, hogy az éves Sváb Fesztiválunkat sikerült idén is megrendeznünk. Hál' Istennek nagyon nagy siker volt. Én legalábbis úgy értékelem, illetve nagyon jók voltak a visszajelzések. Ugye a szokásos mindenféle helyi kultúrcsoportok, környékbeli kultúrcsoportok léptek fel nagyon színvonalas műsorral, és az estét ismét ugye egyrészt az Unterrock, másrészt az ausztriai Junge Paldauer koronázta meg, úgymond a zenei kínálatával, úgyhogy egy nagyon jól sikerült estét tölthettek itt együtt a környékbeli svábok. A szederkényi német önkormányzat ötlete nyomán adventi hangolódásra hívták a helyieket és a szomszédos településekről érkezett érdeklődőket. A kezdeményezés mellé állt Szederkény önkormányzata, a helyi horvát önkormányzat, a Szabadidős és Kulturális Egyesület, a Turisztikai és Borosgazda Egyesület, az Intermelodi Ének Együttes és a Nyugdíjas Egyesület, valamint az óvodai és iskolai szülői munkaközösség is. Az újabb COVID miatt azonban csak az első rendezvényt tudták megtartani. Advent első vasárnapján Hok János és a Fekeder Muzikanten adott koncertet, és a bevételt a helyi nemzetiségi óvoda javára ajánlották fel. Az adventi programon sütivásárt is tartottak, melynek bevételével szintén a helyi nemzetiségi óvodát támogatta a szervező Szederkényi Német Önkormányzat. Egészen biztos, hogy jövőre ezt, ha a helyzet engedi, megtartjuk, mert nagyon pozitív volt a visszhangja, és nagyon sokan eljöttek, és akik eljöttek, jól érezték magukat. Az óvodával nagyon jó a kapcsolatunk, ugye nemzetiségi óvodáról beszélünk, ami pillanatnyilag még az önkormányzati társulás fenntartásában van, és itt elindítottunk egy olyan folyamatot, hogy szeretné a német önkormányzat fenntartóként átvenni az óvodát. Vannak erre nagyon jó példák a környéken, ugye érdeklődtünk, utána néztünk, egyrészt finanszírozás szempontjából is mindenképpen szerencsésebb, de hát nekünk ami nagyon fontos az, hogy tényleg nemzetiségi óvónők legyenek, hogy tényleg nemzetiségi nevelés folyjon az óvodába. Mondjuk ezzel most sincs probléma, de nyilván ha mi vagyunk a fenntartók, akkor erre nagyobb ráhatásunk van, illetve jobban tudjuk segíteni akár anyagiakkal, akár bármiféle metodikai dolgokkal ezt az egészet. Felvettük a kapcsolatot a Magyarországi Németek Metodikai Központjával, akik ezt a nagyon segítőkészek voltak, akik ezt az egész átadás átvételt segítenek nekünk lezongorázni, úgymond, és tulajdonképpen úgy néz ki, hogy ha minden jól megy, akkor az első lépéseket megtettük, tehát a testületek meghozták a vonatkozó határozatokat, és hogyha minden jól megy, akkor 22. szeptemberétől a Nemzetiségi Önkormányzat lesz az óvoda fenntartója. Az adventi időben a díszkivilágítás és az életnagyságú Betlehem állítása is a német önkormányzat ötlete nyomán valósult meg. Kezdeményezés az a német önkormányzattól jött, de hál' Istennek azt kell mondanom, nagyon jó a civil közösségek együttműködése Szederkényben, tehát ahogy mi ezt kitaláltuk, utána első szóra csatlakoztak tényleg a nyugdíjasok, a horvát önkormányzat, a Szabadidős Egyesület, nem szeretnék senkit kihagyni, de az Intermelodi kórus tagjai is, és mindenki, ugye igazából nem volt erre nagy forrásunk, mindenki egy picit hozzátett, minden egyesület vett néhány égősort, és hát inkább a saját munkájukkal járultak hozzá, úgyhogy az összességében egy nagyon jó pofa kezdeményezés lett. Tehát ugye együtt is voltunk, a nyugdíjasok Betlehemet építettek és díszítettek, az Intermelodi az a Karasica hidat díszítette föl, tehát mindenki kivette a részét egy-egy területen, és az eredmény pedig hát szemmel látható, és nagyon jó, és nagyon pozitívak a visszajelzések. Szederkény először egy 1272-ből származó Árpád-kori oklevélben szerepelt. A helyi önkormányzat a német nemzetiségi önkormányzattal közösen a 750 éves jubileumra tájház átadóval és sok-sok rendezvénnyel, köztük a Schwab Fesztivállal készül.
Nagyon sok rendezvényt tervezünk, nagyon sok projektünk érik be, úgy is terveztük, hogy ugye a tájházat átadhassuk, mint ugye egyéb fejlesztéseinket, és hát ugye nagyon nagy rendezvényeket tervezünk, ugye augusztus 20-tól 27-ig lesz egy ünnepi hét, ennek ismét a záró akkordja lesz a Schwab Fesztivál, ahol szeretnénk végre már az évek óta húzódó osztrák kapcsolatunkat is ugye hivatalos formára emelni, van egy osztrák testvértelepülésünk, akikkel évek óta szeretnénk aláírni egy hivatalos testvértelepülési szerződést, amire mindeddig a pandémia miatt nem kerülhetett sor. Nagyon reméljük, hogy ezt augusztusban már tényleg be tudjuk pótolni, illetve tető alá tudjuk hozni, és hát nagyon remélem, hogy rendezvényeket is fogunk tudni tartani. Im Gymnasium Geza dem Zweiten in Badeseck ist der effektive Sprachunterricht und Sprachlernen mit Spaß groß geschrieben. Die Schule empfängt immer gerne Praktikanten, Praktikantinnen. Es ist eine besondere Freude, wenn muttersprachliche Studenten, Studentinnen ankommen, die den Schülern die lebendige, gesprochene Sprache und die deutsche Kultur näher bringen. Diesen Januar absolviert Sarah Bischoff, Studentin aus München, ihr Praktikum in der Bildungseinrichtung. Sarah Bischoff studiert in München Philosophie und Deutsch als Fremdsprache an der Ludwig-Maximilian-Universität. Das Studienjahr 2021-22 verbringt sie mit Erasmus-Plus-Stipendium an der Universität Fünfkirchen. Ihr Unterrichtspraktikum absolviert sie in Badeseck am Gymnasium Geza dem Zweiten und anschließend im Badesecker Kindergarten. Ihre Wahl ist kein Zufall, da in ihren Adern auch ungarisches Blut fließt. Ihre Großeltern leben heute in Sechshard. Ihre Großmutter stammt aus einer ungarndeutschen Familie. Vielleicht ist das der Grund für ihr Interesse an der Geschichte des Ungarndeutschtums und der ungarischen Sprache. Also meine Oma ist Ungarin, deswegen war klar, dass ich irgendwann nach Ungarn möchte, weil ich auch sehr daran interessiert bin, die Sprache zu lernen und auch den kulturellen Hintergrund noch näher kennenzulernen, als ich ihn schon ein bisschen kenne. Ich habe zur Minderheitenkunde was gemacht, eine Einführung und auch materielle Kultur der Ungarndeutschen. Dann hatte ich natürlich auch Philosophiekurse, weil das mein Hauptfach ist. Und aber auch zum Beispiel zur deutschsprachigen Literatur oder zu Sprachinseln hatte ich Kurse belegt. Ich finde das sehr interessant, vor allem, dass es auch etwas Kulturelles, also zum Beispiel jetzt Kleidung oder Essen, das einem nicht direkt auffällt, weil man ja heutzutage, es sind ja sehr viele damals, die sich assimiliert haben und darum ist es auch schwierig sozusagen, das heutzutage zu realisieren, was es überhaupt noch gibt. Und teilweise ist mir aber auch gefallen, dass es zum Beispiel im Essen sich widerspiegelt. Also manchmal kocht Oma dann noch was, wo ich dann sage, ah, das habe ich jetzt gelernt, das ist ein typisch ungarndeutsches Gericht. Das finde ich dann immer sehr interessant oder fand ich interessant, genau. Obwohl sie erst seit einigen Tagen am Badesacker Gymnasium ist, hat sie schon Stunden gehalten und Erfahrungen über Sprachkenntnisse und Interesse der ungarischen Schüler gesammelt. Sie merkt auch die Unterschiede zwischen den deutschen und ungarischen Lehrmethoden. Also gestern, als ich eine Unterrichtsstunde schon halten durfte in der 8. Klasse, war das sehr schön. Und ich glaube, es ist am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, weil ich natürlich neu für sie bin und oh, da kommt jetzt wieder jemand und wieder eine neue Person und was macht die jetzt mit uns? Aber ich denke, also ich habe mich vorgestellt, dann haben wir ein kleines Quiz gemacht, so zum Aufwärmen und ich denke, sie haben mich ganz gut verstanden und ich hoffe auch, dass sie immer nachfragen, wenn sie was nicht verstanden haben. In Ungarn habe ich ja auch Sprache unterrichtet bekommen, also ich habe ja Ungarischkurse belegt, in Pécs auch. Ich habe aber natürlich auch den Kurs in München gehabt, auch bei einer Ungarin, also weil ich vorher schon angefangen habe, Ungarisch zu lernen. Und ich glaube, dass der Unterschied zwischen, weiß ich nicht, ob es jetzt pauschal gesehen wird, aber zwischen deutschen und ungarischen Lehrern ist, glaube ich, der, dass in Ungarn mehr darauf geachtet wird, die Kinder richtig zu motivieren und richtig, also auch euphorisch in die Klasse gegangen wird und gesagt wird, wir lernen jetzt was. Deutschlehrerin Agnes Selig unterstützt die Praktikantin als Mentor. Obwohl die Begleitung des Praktikanten mehr Arbeit bedeutet,
macht es die Lehrerin gern, weil sie davon überzeugt ist, dass das direkte Treffen mit der lebendigen deutschen Sprache für die Schüler sehr wichtig ist. Der erste Aspekt ist natürlich, dass ich Muttersprachlerin bin. Das heißt, sie können Kontakt mit einer Muttersprachlerin haben. Sie können natürlich auch Fragen stellen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass, glaube ich, was natürlich immer so ist, logischerweise, es gibt immer ganz kleine Wortwendungen zum Beispiel, die man als Ungarisch-Lehrer in Ungarn, als ungarischer Muttersprachler quasi, lernt, aber die in Deutschland zum Beispiel ganz anders verwendet werden oder je nach Gegend anders sind. Und dann heißt es, dass der Satz ist zum Beispiel falsch, aber das ist zum Beispiel nur ein Dialekt. Und dann, denke ich, kann ich da ganz gut dazu beitragen, dass man halt jeden, also dass sozusagen die Sätze, kann ich dann sagen, was sie bedeuten. Und ich kann dann auch sagen, dass man das auch so sagen kann. Und auch die Schulleitung freut sich über die Praktikanten, Praktikantinnen. Sie versucht ja, alle Möglichkeiten wahrzunehmen, um die Schüler zu motivieren und ihnen die gesprochene Sprache näher zu bringen. Und dass sie auf gutem Wege sind, davon zeugen auch die Statistiken des vergangenen Jahres. Von 54 Absolventen haben 31 eine erfolgreiche Sprachprüfung abgelegt. Die traditionelle schwäbische musikspielende Pakscher Roger Schilling Kapelle wurde 1991 gegründet. Die heute bereits 31 Jahre alte Nationalitätenformation erhielt zahlreiche Anerkennungen. Ihre Arbeit wurde unter anderem 2008 von der Stadt mit der Auszeichnung Pro Urbe bzw. im Jahre 2014 mit Pro Culture Minoritatum Hungarie geehrt. Sie treten jedes Jahr an mehreren in- und ausländischen Veranstaltungen auf. Lernen Sie jetzt die Blaskapelle ein bisschen näher kennen. Roger Schilling zenekar az 1991-ben alakult, akkori barátokból, zenét kedvelő emberekből, kollégákból, az most már több mint 30 éve, ahogyan számolgatjuk, mégpedig abból a célból, hogy a német nemzetiségi zenét ápoljuk és annak a hagyományait megőrizzük. Ugyanis ez a zene nagyon sokáig fennmarad még, legalábbis én bízom benne, azért kezdtük el, már volt egy színpadra is vinni ezt a zenét, és közönségünknek is úgy vettük észre, hogy nagy megelégedésére szolgált ez. Egy kicsit a Roger Schillingről, hogy honnan a név. Dunakömlődi pap volt, Dunakömlődi monográfiáját állította össze, és létezett Dunakömlőden egy Roger Schilling Egyesület, és amikor mi indultunk, akkor támogatott bennünket, és tiszteletből vettük fel a támogatónk nevét tulajdonképpen. Ez egy kicsit furcsa volt a leszármazottaknak, de aztán elfogadtak bennünket. Minden évben koszorúzunk Dunakömlődön, a Roger Schillingnek egy emlékműve is áll a templom előtt, ahol rendszeresen megjelenünk, és minden kerek évfordulón a zenekar is játszik koszorúzási zenét itt. A hagyományosan sváb zenét játszó paksi Roger Schilling Fúvós zenekar tavaly ünnepelte 30. születésnapját, azaz ünnepelte volna, ha nem szól közbe a pandémia. Azonban idén nyáron pótolni szeretnék ezt a megemlékezést. Én is a kezdetektől, mint alapítótag vagyok. A zenekar, most fejben nem tudom, hogy de durván olyan 12 alapítótaggal indulhatott, ami az évek során fölbő volt 20, volt már, hogy 25-26-27-en is voltunk. A jelenlegi zenekar olyan 18 fő körül
alakul. Hát elég nagy lemorzsolódás volt, sajnos elszólította a barátokat, a munka máshol találták meg a számításokat. Volt, aki idősebb lett, abba hagyta már a zenét, de azért megőriztük a formációnkat, és országos rendezvényeken játszunk. Például a Blazer Treffen minősítéseken, országos minősítéseken második helyezést értünk el, háromszor is, akkor többször voltunk külföldön, Németországban, Spanyolországban, akkor itt a környékben, a megyébe játszunk minden olyan rendezvényen, ahol meghívnak bennünket. Évtizedek óta szerveznek német nemzetiségi napot Pakson. Ilyenkor a helyi nemzetiségi önkormányzat színes kulturális programmal vár minden érdeklődőt. Ezeken a napokon került átadásra a paksi német nemzetiségi önkormányzat által 2010-ben alapított Arany Rozmaring díj is, melyet fennállásának 25 éves évfordulóján 2016-ban a Roger Schilling fuvószenekar vehette át. A 2021-es évünk jó sikerült, annak ellenére, hogy minden művészeti csoportot a Covid nagyon nagy gondok elő állított. Tehát nem lehetett gyakorolni, nem lehetett próbálni, viszont az első hívó szóra volt annyi spiritus még a csapatban, hogy összeültünk, nagyon keményen próbáltunk, el is tudtunk jutni külföldre, szerepeltünk, az egész nyárat próbáltuk, és minden szereplésünknek eleget tudtunk tenni. A tervünk a jövőre nézve az, hogy sajnos a 30 éves évfordulónk elmaradt, hogy ezt megpróbáljuk az idén megszervezni és bepótolni, most már tudva azt, hogy milyen időszakban lehet gondolkodni, ugye egy márciustól augusztusig terjedő időszakban lehet sok sajnos gondolkodni, úgyhogy ezt szeretnénk megcsinálni, azon kívül van egy felkérésünk a német nemzetiségi tánccsoporttal, ahol a kongresszusi központban fogunk játszani majd valamikor a nyáron. 1992. februárjában rendezték meg az első sváb bálukat. Erre hagyományosan minden évben sor került. Azonban a Covid miatt már ezt sem tudják megtartani két éve. Fritz József itt büszkén mutatja a dicsőség falon az elismeréseket, melyekre nagyon büszke. Az Országos Pro Kultúra Minoritatum Hungari díjat 2014-ben vehették át, mint kiemelkedő nemzeti csoport kis hazánkban, de Pakstól is megkapta a legrangosabb városi kitüntetést a zenekar. A fuvos zenekar 30 éves születésnapját méltón szeretné megünnepelni, igaz, egy kis csúszással 2022 nyarán. Mindenféleképpen azt szeretnénk, hogyha meglévő, még elérhető alapító tagok is ott legyenek, valamilyen módon megjelenjenek, nyilván meg kell neki köszönni, hogy egyáltalán meg tudtunk alakulni, és azoknak az embereknek is meg kell köszönnünk, akik ennyi éven keresztül folyamatosan rászánták az idejüket, mert azért azt tudni kell, hogy nem csak a próbák vannak, ahhoz, hogy egy művészeti együttes élményt tudjon nyújtani, ahhoz napi gyakorlásra van szükség. Ha csak naponta egy órát, mondjuk beszélünk a gyakorlásról, plusz még hetente egy alkalommal egy két órás próba, akkor ugye utána lehet számolni, hogy ki mennyit fordít a szabad időjéből erre a tevékenységre önzetlenül. A próbáink hetente egy alkalommal pénteken vannak ebbe a helységbe, ahol mi most vagyunk. Sajnos a Covid alatt ez nem lehetséges, mert picike a helység, ugye két métert nem tudunk tartani, úgyhogy most a próba az fel van függesztve, addig, amíg nem lesznek olyanok a viszonyok. Ich bedanke mich für Ihre heutige Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.